Adjon Isten jó napot, ma 2021. szeptember 9-e van, és a sapekból láthatjuk, hogy gyalog túra van folyamatban. Ahogy a képkockákból láttuk, kicsit itt ilyen érdekes rambózós pályán megyünk a csapontos házhoz. Reméljük, hogy harmadszorra már csak fog sikerülni. Legelőször előről jöttem, innen, ebből az irányból, nem sikerült. Aztán elővettem az ősi szabályt, hogy kezdjük hátulról, mert ha elrontjuk, kezdhetjük előről. Tehát hátulról sem tudtuk megközelíteni, úgyhogy most visszajöttünk ide megint előről, és gyalog közelítjük meg. Amikor kerékpárral voltam, nem szerettem volna a kerékpáromat
valahol itt lecsukni, illetve átemelgetni ezeken a kidőlt fákon. Mert ugye itt vagyunk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a kerékpárom kisebb, mint egy villanymozdony, és nincs lebetonozva, tehát bárki elviheti. Na mindegy, evezzünk, mindjárt mutatom, hogy hová is megy. Hát a csapontos házhoz megyünk, azt el is felejtettem mondani, mutatom, hogy milyen út van itt. Hát ebből az irányból jöttünk, ahogy már mutattam, itt van mellettünk egy jófajta patakocska, ott lent, ami alig patakzik, vagyis alig folyik, és megérkeztünk ide egy elágazáshoz, egy Y-hoz. Itt valami kisebb völgy megy fölfelé, arra mi nem megyünk. A vérképet sikeresen benne felejtettem a hátizsákomba, és a GPS is ott van a hátizsákomban. Nem baj, emlékezetből megyünk. Én úgy emlékszem, hogy itt a patak oldalán kell menni. Végig a csapontos házhoz. Na. Elég korszerű ez a kis völgyecske. Látni, hogy itt, ha esik az eső, itt a víz nem viccel, mert visz mindent. Na. Evezzünk tovább. Eddig az Ósóvölgyön jöttünk föl, Telki bányáról indultunk, ott parkoltunk, aztán meglátjuk, hogy mi a pálya. Hogy innen hogyan tovább, majd meglátjuk. Majd meglátjuk, hogy mit ad a gép. Na, menjünk. De hogyha most sem találjuk meg ezt a házikót, akkor magamhoz nyúlok, de erősen. Egyre jobban kezd ilyen völgy lenni mellettünk. Nézzük csak. Hoho. Egész ott lent folyik. Az patak. Nem lehetünk olyan magasan, mert itt a fák között, ha arra elnézünk, már látjuk a kék eget. Hú, de gáz ez az út. Itt a elágazástól, ott az Ósavölgyi elágazástól elég gázos jönni. Na mindegy, evezzünk. Én már látom, itt van a házikó, nem messze tőlünk, csak egy gáz van, hogy út nem vezet oda. Mindegy, nem is az a lényeg, hanem az, hogy lenézünk. Van itt egy ilyen vályogvető tócsaszerűség, de gondolom itt nem vályogot vetnek, és nem is keresztet, hanem itt az állatok dagonyáznak. Na, nézzük csak. Aha, egész jó ez a hely. Kicsit arra hasonlít, hogy a Bükkben Tarkőről, hoppá, megyünk Cserepeskőre, és akkor ott is kis ösvényen kell mennünk. Csak annyi, hogyha itt mi elnézünk balra, nem Eger felé látunk, hanem csak idáig. Na, menjünk. Egy szerencse, hogy a múltkor. Ja, igaz, kerékpárral nem tudtam volna jönni. Na mindegy, az a lényeg, ilyen úton kell menni. Ki is kapcsolom a kamerát. Nini, meg is érkeztünk ide a csapontos házhoz. Na, lényeg a lényeg, én láttam itt egy utacskát, azt nem tudom honnan jön, akkor valószínűleg a vérkép is jól mutatja. Hú, de jó lett volna ezt a múltkor megtalálni. Na de hát, ha elnézünk abba az irányba is, az ott, biciklivel sem lehetett volna jönni onnan, meg gyalog is, járhatatlan az út. Na nézzük, hogy mit mutat ez ház. Ajaj, le van törve ott a kupacserép. Na mindegy. Nyitva biztos, hogy nincs. Aha, nincs hát. Hát ennyi. Viszont nézzük csak, bátor emberek vannak itt. Jaj, azt hittem, hogy itt hagyták a
mérőszalagot, de ennek csak a széle van meg, mert maradék része ott hever a földön. De zsír, gondolom ez itt valamikor ajtó lehetett. Aha, be van csukva. Az is be van csukva. Kulcsot nem hoztam, mindig otthon felejtem. És ha elnézünk itt a kéménynél, föllátunk a spallásra. Na. Akkor nézzünk körbe. Nem rajzolunk egy kört és úgy körbe nézünk, hanem a házat nézzük körbe. De ha így az ujjammal csinálok egy kört, akkor abban is megnézhetjük. Hú, na ezt a növényt ismerem, ami itt vanni. Ez a nadragúja, erősen mérgező. Az biztos. Hát ez a házikó eléggé oda van rakva az erdő közepébe. Na mindegy. Megtaláltuk, az a lényeg. Most már mehetünk akár haza is. Ha itt is van egy zsírablak. Azért mutatok egy érdekességet. Ezek a PET palackok mikor fognak innen elkerülni? Ugyanaki ide rakta, az mit gondolt, hogy ez majd magától elmegy? Hát vigyük már haza, ha egy mód van rá, az üres PET palackot. Ne hagyjuk itt az erdőben. Na mindegy, ez van, nincs más, halkan suhog a korbács. Ott hátul egy szolonasütő, gyújtsuk ki az erdőt hely. Most tűzgyújtási vigalom van. Van ott még egy asztalka, ez eléggé elhanyagolt ez a hely pedig. Itt aztán lehet akár még kuruckodni is. Erre nem jár senki. Aha. Ott is ott vannak a padok. Ez ott mi akar lenni? Na mindegy. Az a lényeg, hogy ma ennek a hegynek a másik oldaláról jöttünk, tehát túlról jöttünk túrázni. Ez a csapontosi ház. Vashordóban gondolom kukorica volt, mert Regéc mellett is az volt. Ami ott van, Regéci vár alatt az a csemetekert. Vashordóban kukori volt, de itt pillepalack. Ha-hó! Hú, és halljuk milyen mély? Visszhangzik. Egy-kettő. Azt a betyárját. Na, ennyi. A ház történetéről semmit nem tudok, de szerintem annyira nem is lényeges. A múlt korában ebből az irányból jöttünk volna, ha találtunk volna valami utat, de elnézve már itt rögtön három fenyőfa be van dőlve. Tehát ez az út itt szinte járhatatlan. Elvileg, ha ezen fölmennénk, eljutnánk Hemzsőkőre, meg hasonló helyekre, Hemzsőbérc, és akkor arra is vissza lehetne menni Telki bányára. Na de arra most nem megyünk. Nem akarok megint rambózni. Hát evezgessünk. Evezzünk lassan. Hogy kinél van ennek a házikónak a kulcsa, meg kitől lehetne elkérni, úgy szívesen indítanék egy olyan sorozatot, hogy erdei szálláshelyek. És akkor ide ki lehetne jönni aludni egy éjszakára. Ha valaki tudja, hogy kinél van a kulcs, legyen szíves, írja meg kommentben. Ide a házhoz valószínű, hogy járnak, mert ha itt lenézünk, látni autónak a kerekének a nyomát. Na, lényeg a lényeg, az előbb rosszul mondtam, hát én nem tudom, hogy melyik úton jöttem, mentem. Az a lényeg, hogy van itt egy ilyen jófajta út, melyen ekkora szép pocsolyák vannak, és ebben szép békák úszkálnak. Már akinek. Hú, azt a betyárját.
Júj, de kemény brekkencs. Na mindegy, evezzünk. Hát az a lényeg, hogy én az előbb ott szemben azon a hegyoldalon valami csapáson, ösvényen jöttem, holott itt van ez a jófajta út, amit nem is tudtam, hogy itt van. Na megnézzük, hogy ez hová vezet. Aztán reméljük, hogy visszajutunk oda az Ósva völgyhöz. Én ott a szembe lévő oldalon kolbászoltam, jól látni, ott valami út maradvány van, de szerintem ez az út oda vezet vissza, ahol van az az etető. Na mindegy, hát erre is eljöttünk. Na, most egy jó tanáccsal szeretnék szolgálni azoknak, akik a mezőgazdasággal szeretnének foglalkozni. Első lépésként magára vessen, mert nem jött velem túrázni a mai nap. Igaz, nem is volt meghirdetve. Ahogy esik, úgy puffan, mondta a vadász, akinek eldőlt a puskája, és közben el is sült a puskája. Na itt vagyunk, nézzük. Na ez az a helyni. Aha, én az előbb onnan attól a vadetetőtől itt mentem föl, ottni. A darabig van egy út, na de a lekvár se tudta, hogy erre pedig van még egy út. Nem baj, van baj, tehát mehetünk vissza a Ósva völgybe. Aztán ereszkedjünk neki a következő úti célunknak. Mindig csak ezen az oldalon megyek, és megnézzük, hogy erre mi van. Semmi. Na akkor mehetünk is tovább. A sárgán fogunk tovább menni a rostallói elágazása felé. És nini, megérkeztünk arra a helyre, ahol a múltkor is jártunk. Az előző túrában, a Nagy Bolyongásom című alkotásban itt jöttem lefelé, ebből az irányból, innen. Hát, ugye akkor nem találtuk meg a házat, hát innen jöttem, és puff, a sárga jelzésbe belecsatlakoztunk. És ebből az irányból jövünk, Telkibánya irányából fölfelé. Hát itt vagyunk a szokásos pataknál, itt mindig meg szoktunk állni. Így. Na, ennyi. És ha elnézünk abba az irányba, merre a kamera néz, nagyon zsír erdőt látunk. Hú, olyan jó, hogy így, most már ugye valamivel lejjebb jár a napocska, olyan jó, kicsit hosszabbak az árnyékok. Olyan jól mutat a képen. Itt, például itt is megfigyelhetőek ezek a hosszú árnyékok. A sárga jelzésen így kell menni, ott van egy nagy hurok, és akkor oda föl lehet jutni. Abból az irányból jön a sárga jelzés, és valahol, mindjárt mutatom, ott lent megy. Mi pedig onnan jövünk a hídtól, és haladunk tovább erre a sárga jelzésen. Jaj, na mindegy, a lényeg, hogy múltkor is erre jöttünk, és most pedig a
Szarvaskőre szeretnénk kimenni, mert ott még csak tavasszal jártunk. A múltkor a bikepackinges túrában kimaradt Szarvaskő, most az gyorsan bepótoljuk. Na, mehetünk is tovább. Na, a múltkori túránk óta mutatom, milyen változás történt. Lekaszálták ezt a zsír rétet. Kaszáló, még jó, hogy nem F betűt használunk K betű helyett. Na, és ha elfordulunk ebbe az irányba, itt bal oldalon is láthatjuk, hogy le van az rét, az kaszával kaszálva. Hát ennyi. És meg is érkeztünk ide a rostallói elágazáshoz. Itt a sárga jelzésen tovább mennénk, akkor lejutnánk Rostallóra, a kisvasút végállomására, tovább menvén pedig Kőkapu, még tovább menvén akkor Kishuta, ha még tovább Bózsa, ha még tovább akár Moszkvába is eljuthatunk. Na nézzük! Csaponta forrás Telki bánya 1,5, Kavics bánya rét 8, az biztos, hogy nem 8, az 100%, az egy erős 4-es inkább, amondó vagyok, na mindegy. Hát visszanézünk félutunkból, és onnan jövünk. Na, nehetünk is tovább, fölfelé Szarvaskőre. Itt valami utat fogunk kinézni magunkra, már a múltkor kinéztem egy utat, csak akkor nem volt időm fölmenni, majd most. Evezgetünk, a kékkereszt jelzés Kavicsbánya rét irányába itt megy, mi pedig itt erősen letértünk a kékről, és a vérkép szerint elvileg itt vezet fölfelé egy út Szarvaskőre. Hát bizony, hogy vezet, mert valaki itt kerékpárral jött. És ez nem a doktor úr volt, de hát jó helyen vagyunk. Aha, itt vagy, jó, azt a dezsírhely. Nézzük csak. Aha, Szarvaskő, ott van a távolban egy fehér vitorla. Na. Hát a térképem, GPS-em még nem volt kedvem előszedni, majd valamikor elő kellene. És ha visszanézünk, hú, nézzük milyen, hoppa, zsír a kilátásunk. Remélem bírjátok még a túrát, nem vagytok elfáradva. Az ősznek még olyan sok jele nincsen, azért elég zöldek a levelek. Nézzük csak, mit találtunk. Hát egy kígyót. És hiányzik a farka. Lehet, hogy egy farkas ette meg. Hú, de szép ilyen barna kígyó. És az a bogárka jött ki a szájából. Hát mindegy. Van ilyen is. Ez a nagy fa jelzi itt nekünk, hogy már is megérkeztünk egy másfajta erdőbe. Azt a dezsír. Korszerűen össze vannak nőve. Lehet, hogy ez férj és feleség. Biztos. Hú, ez itt érdekes fa. Azt a betyárját még itt is össze vannak nőve. Dezsír. Kicsit így közelebb jön. Na így. Egy összenövés, kettő. Azt mondják, ahol több törzsű fa van, ott
Nagy az energia. Na hát én ezt nem tudom. Telefon nem töltődik, kamera nem töltődik. Na evezzünk tovább. Meg is érkeztünk ide a Bükkhegységbe. Reméljük, hogy ezt az erdőt még vagy 60-70 évig nem fogják kivágni, mert nagyon-nagyon zsír. Azt a betyárját, de jó. Hú, itt aztán van tér. Rendesen. Innen jövünk lentről, kicsit jó emelkedősen. És nézzük csak, hová érkeztünk. Szerintem ez az az út, amelyiken a múltkor a doktor úr a kerékpár felmálházós videóban jött. Tehát onnan jöttünk, ennek a hegynek a másik oldaláról, és mentünk abba az irányba, Szarvaskői útra. És itt ezen a részen nem tértem föl. Hát most megnézzük, hogy vajon erre kell-e menni ki Szarvaskőre. De gondolom, hogy igen. Ha nem, akkor majd keresünk valami utat. Amikor tavaly kora tavasszal jártam itt, már elfelejtettem, hogy merre jöttemtünk. De kemény ez a túra. Kemény, hogy átjussunk ennek a hegynek a túlra oldalára. Na. Azt a begyárja. Amúgy olyan jó nyugika van itt. Ezt senki el nem hinné, ha mondanám neki. Hallgassuk csak a csendet. Na itt vagyunk, a Szarvaskő az ott van, a másik oldalon. Hú, de zsír ez a les. Les, de hogy les ez a rét. Itt is le van kaszálva. Na, ha szerencsénk van, akkor tudunk enni egy kis görögbinnyét. Mert azt szoktak kirakni ilyenkor az állatoknak. Hogyha van benne olyan egész, akkor egyet megeszünk, vagy eszünk belőle mi is. Olyan rossz csak nem lehet. Hát van itt egy etető is. Ott ne. Mindjárt megnézzük. Na, hogy látom, itt nincs dinnye, csak valami cukorrépa, vagy marharépa, vagy mi a lekváros péjez. Na mindegy. Akkor mi, jól emlékszem, itt a vadászlestől bal felé kell kanyarodnunk. Hú, és azért, ha elnézünk, azért egészen komoly ez a rét. Júj, de jó. Onnan jövünk, ott is van egy vadászles, amellől gurulunk. Na. Olyan jó istálló szag van itt. Lehet, hogy itt ide trágyáztak szarvasok, vagy őzek, vagy valami hasonlóak. Aha, látni több ürüléknyomot is. Na.
Biztos finom ez a széna. Ha állat lennék, megkóstolnám, biztos jó lenne. Nem az a bolti széna, az a mesterségesen termesztett, ez a igazi zempléni széna. És a Hernád völgyében ugye van a szalma, nálam van köpönyeg, a többit nem mondom. Na. Nézzük, hú, milyen por van itt. Jövök keresztül ezen a réten. Nézzük csak, erősen keressük ám itt a szarvaskő nevezetű helyet. Még nem találtuk meg. Azt ez az érdekes, mondom, ez ilyen magassági pontszerűség akar lenni. Hát milyen jól bemuhásodott. Na, mehetünk is továbbra, sem találjuk, de valahol itt van azon a részen. Úgyhogy jó lenne ezeket a nagy köveket itt elkerülni. Megyünk. Hát sikeresen tapasztalom, hogy a műtött lábam dagad. Na basszus, olyan, mint a kapanyél, amelyiket kapával együtt beleraknak a hordó vízbe, hogy ne kotyogjon a feje, hát most az én lábam is így beledagadt a bakancsba. Mitől van ez így? Övésem nincs. Na, nézzük csak, hogy hol vagyunk. Ott vagyunk, hogy még sehol nem vagyunk. Ó, de jó. Na mindegy. Mindjárt megkeressük a helyet. Hoho, nézzük csak. Meg is érkeztünk ide. Szarvaskőre. Ó, azt a de zsír. Na, milyen helyre hoztalak titeket. Ó, de jó. Azt a betyárját. Hát itt csak a köveken óvatosan, mert erdőbényénél is történt egy szörnyű baleset, egy túrázó életét vesztette. Szerintem ott a Szokolyánál. Nem mondták a híradóban, hogy pontosan hol, de szerintem ott. Ott halt meg, lecsúszott. Azt mondják, hogy még több napig is élt. Hát nyugodjon békében. Tehát csak óvatosan ezekkel a sziklákkal, meg kilátós helyekkel. Csak óvatosan. Na. Nézzük csak, az ott velünk szemben az a hegy, az Nagy Péter mennykő. És ha eljövünk erre, látunk ilyen zsírfát. Nem zsiráfot, hanem zsírfát. Lényeg a lényeg, hogy ott van alattunk a Vajda völgy, mi ott kerékpároztunk fölfelé valahol. Hát így pontosan megmutatni nem tudom. Az a lényeg, abban a kerékpármálházós videóban még ide is ki akartam jönni, de nem sikerült, elnéztem az utat, vagyis nem néztem. Na mindegy, az a lényeg, ott lefelé le lehet menni, Rostalló felé, Kőkapu felé. És az országos kék túra pedig valahol ott a szemben lévő hegyek tetején megy. És ha jól látom, ott van Hangyás is, vagy Nagy Hangyás, és ott van mellette Kerekkő. Na itt mutatom, ott van kint az a csúcskő, oda nem hiszem, hogy kimegyünk. Hát már itt is elég a szélén vagyunk, tehát azért ettől kijebb ne menjünk, ha lehet. Innen is lehet látni elég sok mindent. Na nézzük akkor. Ó, de korszerű, édes Istenem. Hát azért ez a zempléni hegység, ez mégiscsak a szívem csücske. Jó, de szép. Egy érdekességet szeretnék mutatni. A múltkor itt mentünk le, tehát ezen az úton. El is hagytam sikeresen a powerbanknak a
kupakját. Hát ezen az oldalon ereszkedtünk lefelé. Na, mégiscsak egy kicsikét ide kijövünk, és elnézünk. Jó, ide gyönyörű. Egész ott a távolban, ott valahol látna a Sátoraljaújhelyi magas hegyet. És mondom, én a múltkor valahol itt a Vajda völgyön keresztül kerékpároztam, Pirinyók út, aztán itt jöttem, és valahol itt ennek a hegynek az aljában megy az út, ami megkerüli ezt az egész hegyet. És velünk szemben azt talán ott a Kis Péter mennykő lenne. Annak a tetejében elvileg van egy barlang. Aha, és én a múltkor pedig biciklivel valahol ott mentem. Föl, ott toltam, amikor mentem István kút felé. István kút pedig akkor valószínűleg itt van velünk szemben. Sú, de zsír ez a hely, gyerekek. Aha, ott van Kerekkő, itt velünk szemben. Látni is. Na mindegy, egy 5 perc bambulás következik. Innen a remek kilátóhelyből. Hú, de jó itt a betyárját. Egy kicsi chemtrail mindenkinek kell. A repülőtérről szálljanak most fel. Láthatjuk, hogy mély szép csíkos az ég, és nézzük, hogy mi a mai ebédünk. Enni kell, mert dél lesz nem sokára. Mindjárt mutatom. Egy medgyes süti. Egy medgyes párna. Aztán van hozzá még a sóbevitelre ügyelvén sós négyes. Na először a medgyeset megesztjük, utána pedig a sósat. Jó ropogósat. Hát azért, na. Ilyen ebédelőhelye sincs mindenkinek ám. Jó étvágyat, egyetek ti is valamit. Bárki bármit mond, ezzel a helyjel nem lehet betelni. Ez egy kicsit fájó szívvel, de annál több emlékképpel evezünk visszafelé. Tel ki banyára az autóhoz. Azért még innen is egy kis kilátást teszünk, megejtünk. Ó, zsír. Hát aki teheti, nyugodtan jöjjön ide. Neten megtalálható a koordinátája is. Ha figyeltétek az utat, akkor az alapján is el lehet jönni. Na, akkor menjünk. Itt nem kell fizetnünk, itt nem kell vásárolnunk, itt csak simán köszönés nélkül eljövünk. Nem veszünk búcsút, ide bármikor visszajöhetünk. Na. Hú, milyen üreg ez a fa. Itt van rajta ez a nagy üreg. És pókhálós ez a lyuk. Na nehogy így járjatok. Evezhetünk is tovább. És azt, amit találtam. Gyerekek, akik szeretik a perecet, a sósat, jó ropogósat, derót. Aha. De még milyen jó acélos. Acélszív, újra dobog már. Acélszív. Na. És hogyha a szív azt gondolja, hogy kimegy a kertbe földet forgatni, akkor az szívás. Reméljük nem lesz szívás hazafelé az úton. Na,
Hát ha látok még valami érdekeset, akkor majd még bekapcsolom most, mivel több túrára, vagy több kilométerre nem készültem, hát jobb hiány itt visszamegyek arra, amerre jöttem, aztán majd lesz valami. Ennyi mára elég, így is körülbelül egy laza 20-as lesz. Megyünk haza, mert az édes otthon ráv, azaz az édes otthon visszavár. A visszavár, az pedig a ráv. Na, nem tudom, mi lesz az ebéd otthon bableves csülökkel. Mehetünk. Na. Azért még jó, hogy nem. A múltkor jöttem ide biciklivel. Mondjuk a Cangáti nem hoztam volna ki a 100%, de itt a rét szélén lezártam vón, ahogy mondani szokták. Na hát, ki megy ott távolban? Az élet megy tovább, én megjövök szembe. Hideg vagyok, mint egy zsilettpenge. Kabátomon jelvény, rajta felirat. Lassan szopogasd a cukrot, akkor tovább tart. Na. Jaj! Hát, ha egyet lehet javasolni, bakancsot húzzatok, és főleg a lábatokra, ha ide jöttök. Hát, ha rajtam most nincs bakancs, úgy kifordul a bokám, mint a 3,14 csak. Na nézzük csak, merre kell menni. Hát itt így egyenesen. Nézzük csak, milyen érdekes gombát találtam. Itt van ez az elkorhat fa. És ő az, hogy nincs olyan nagy kalapja ennek a fá gombának, de itt van mi. Ez az. Kihúzzuk azt a... Hú, valami szöget ütött a fejembe. Lehet, hogy ez volt az. És ha tovább kutatunk, akkor találhatunk még ilyen szöget. Na nézzük csak. Itt is vannak ám még szögek, de ezek nem alvó szögek a jéghideg homokban. Nincs is itt lakát magány. Folyosón sem hagyta senki égve a villanyt. És reméljük, hogy ma nem mondják véremet. És ha ide elnézünk, akkor találunk még itt ilyen vasakat is. Hát ezeket vigyük, nem vigyük. Ó, a lekvár tudja. Na mindegy. Majd leteszem valahová ezeket. Hát ezt nem fogom cipelni. Úgy van itt 3-4 kiló. Majd visszajövök érte. Vagy nem. Na, mehetünk, de úgy látom itt is ez, ami vadászles volt itt valószínűleg. Csak ugye megmihájlódott. Mehetünk is tovább. És itt a rét szélén fogunk most lemenni. Még mindig itt vagyunk, nem mentünk ki a rétre. Abba az irányba kell menni. Ott van. Szarvaskő. És mit talált a doktor úr? Ha elnézünk erre, itt láthatjuk, szinte föl van seperve ez a kis ösvény. Szerintem itt a jágereknek van ez megcsinálva, főleg ha jönnek külföldi hunterek. Aha, látna, hogy itt el van sepregetve. Azt a betyárját. Na mondjuk az is lehet, hogy szemlédi úr tiszteletére sepregettek itt. Hát ki tudja. Mondjuk azt, hogy a mi tiszteletünkre, mert ugye most itt együtt túrázunk. Na mindegy. Mehetünk továbbra is. És szerintem, hogyha ezt az ösvényt követjük, akkor le fogunk jutni arra az erdészeti útra, amelyikről följöttünk. De zsír. Olyan jó itt az erdőben,
azt senki el nem hinni. Azt a betyárját. Itt közel stávol a köcsök per négyzetméter, az szinte ismeretlen fogalom. Még nem tudják, mi az, hogy köcsög. Olyan jó itt. Hát, aki teheti, az jöjjön ide. Hú, de jó idő van itt. Nyugika van. Minden van itt, ami egy remek feltöltődéshez kell. Hát innen jövünk lefelé Szarvaskőtől. Ez a Szarvaskői út. Ezen az úton le lehet menni Vajdavölgybe, így megkerülve, kacskaringózva, Pirinyók út, Rostalló, stb. Aztán, ha elfordulunk, ez is a Szarvaskői út, ez pedig belecsatlakozik a kék kereszt jelzésbe, és a kék kereszten el lehet menni Kavicsbánya rétre, vagy ide a rostallói elágazáshoz. Mi pedig ezen a zsír utacskán jöttünk itt fölfelé. Hát most jobb hiány, ezen fogunk visszaereszkedni. Nem terveztem többet mára, hát nem nagyon szoktunk olyan túrákat tervezni, hogy ugyanazon az úton visszaereszkedünk, ahol jöttünk. De ez most ilyen. Na majd ide lökök valami langyos zenét, addig veszek egy-két erdő részletet. Evezgetünk vissza Telki bányára, semmi nem történt, nyugika van. A lényeg, hogy gyorsan most értékeljük ezt a mai túrát. Hát sikerült végre megtalálnunk a csapontos házat, utána pedig fölszaladtunk Szarvaskőre. Ha úgy nézzük, ez ilyen pótolós túra volt, a házikót kellett megkeresnünk, illetve a kerékpármálházós részben Szarvaskövet kiejtettük, kikerültük, elkerültük, úgyhogy bepótoltuk ezt is, és hogy így most már minden jó. Na, erre a túrára is megért eljönni, körülbelül egy olyan 10 kilométer oda-vissza, hát egy olyan 20-valahány, 21-2 kilométerke lesz ez körülbelül. Időjárás nagyon jó volt, nem esett, nem fújt a szél annyira, csak egy kicsikét, száraz idő van. Még itt visszavezünk az autóhoz, hát addig én már nem készítek felvételt, Telki bányáról már nagyon sokat készítettünk. Na lényeg, hogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek és velem tartottatok ebben a részben is. Hála Istennek, hogy semmi bajunk nem történt ezen a túrán. Jó egészséget és hasonló jókat kívánok. Az Isten áldjon meg mindenkit minden jóval. Majd találkozunk valahol, valamikor. Na, irány az egyenes, mehetünk is haza. Mert az édes otthon ráv, azaz az édes otthon visszavár. Na, menjünk.